Sziasztok, ez itt újra Halkocka játékvár, és ezúttal is egy játéktár adást láthattok, illetve mostában begyűrűztek a játék lehetőségek. A mi esetünkben egyrészt nagyon sok játékakciót meg tudtuk szerezni, például a jelentárgyunkat kb. 800 forintért, másrészt meg most több időm volt így a nyári szünetelés közepette, illetve most lesz majd nyaralás is, aztán vissza back a régi időkbe. Na de térjünk vissza a mai tárgyunkra, Mass Effect 3 bemutatójára. Mass Effect 3, azt hiszem az egyik legvártabb játék volt, 2 éve majdnem. És az első másik rész hatalmas sikár volt, és talán főleg a másik rész. És egyébként a másik rész annak ellenére egy kicsit akciódúsabb lett, és kevesebb elfigyelem volt, de szerintem jobb volt, mint az egy, és azt nagyon sokan egyébként így tartották. És nagyon vártuk a Mass Effect 3-ot, ebbek között én is, hogy ó, mi lesz most majd. Mit fognak itt nekünk nyújtani? Ennek ellenére valami orbitálisan nagy csalódás volt a játék. Egyrészt kicsit se vártam volna azt, hogy mondjuk meglepnek a sztori folytása, olyan hatalmas egyedi dolog lesz, de azért azt vártam volna, hogy legalább egy tényleg epikusan, de logikusan megoldott sztorival folytatják a játékot. Bocsánat, ez nem így volt. Ez sajnos nagy logikátlanságok árán folytatott ez a játék, teljesen logikátlan elemek voltak bennem. Gyakorlatilag a föld és maga Shepard sem döntett semmit igazából, bármit is tehetne. Csak állnak egy helyben tehetetlenül, ez nekem eleve nem jött be. Az epikusság pedig ezáltal mérséglődött a baromságok által. Ezen kívül az utoljára rész is ugyan látványos helyszíneket mutatott be, amelyről elemeket láthattuk a videó elején. Ennek ellenére nem nagyon fogott meg. Tehát maga a tutoriál része szobábra is gagyi volt, mint ahogy sok játék esetén megoldva, láthattuk már. Ezen kívül már itt láthatóak azok a csökkentések, amelyek jellemzik a Mass Effect 3-at végig, egyszerűsítések leginkább. Gyakorlatilag csak 2 válasz közül választhatunk, az ellentétben eddig akár 3, 4, 5 választási közül, meg a 2-ben, a másik részben is nagyon sok választási lehetőségünk volt a válaszoknál. Itt 95%-ban, mert néha van, hogy 3 is van, de ez nagyon ritka. 95%-ban 2 válasz lehetőségünk van. Ezen kívül láthatjuk, hogy az inventoryhez egyáltalán nevezhetem inventorynak, illetve a fegyverválasztási lehetőség, ami számomra egy kicsit bonyolult volt, konzolosoknak valószínűleg egyszerűbb, mert arra volt tervezve, ahogy egyébként szintén nagyon sok mindenben a harmadik részben. Egyszerűen megőrített, hogy gyakorlatilag nincs rendes inventory, még olyan sem, mint a másik részben, olyan, mint az első részben, ojjajjaj, arról már ne is álmodjatok. De az is meglepett, mondom, hogy a fegyvereket is mostanában kezelték, maga a loot rendszer is nulla. Szinte ez egy akciójátékká degradálódott. Hát, ami gyakorlatilag a konzolosoknak tökéletes lehet, de egy igazi RPG-nak, vagy egy PC-s játékosnak nem, már egyáltalán nem kielégítő. Aztán másik részben jól mixelték az RPG-s akciójátékok elemeit, viszonylagosan jó arányban. Ez most nagyon nem sikerült, ez egy akciójáték minimális RPG elemmel. Nagyon sokszor úgy éreztem, és nem csak a tutoriálnál, mert mondanátok, hanem később is egyes küldetéseknél, hogy csőbe megyünk. Ez néha az első-másik részből is előjött, de ott azért volt egyrészt egy nagyobb szabadság, olyan szempontból, hogy választások terén, illetve nagyobb volt egyébként a bejárató tér is az űrben, mint itt a harmadik részben, és érdekesebb is jobban megoldott. Még itt ez nincsen. Itt a térben már úgy kutatunk, hogy nagyon gyengén van ez megoldva. Gyakorlatilag így fedezni kell különböző üzemanyagcellákat, ásványanyagokat, különböző nyersanyagokat. De csak úgy, hogy a joggombot fedezés gyanánt nyomhatjuk, megnyomjuk a joggombot, és akkor így fedez a különböző ilyen területeken, körzetekben, a galaxis részekben, illetve a galaxisokban a hajó, és ennyi. És közben megtámadhatnak, ami egyébként szerintem nem hogy érdekes és mondjuk szórakoztató vagy jó dolog lett volna, amikor idegesítő, megtámadhatnak a kaszás hajók. És akkor el kell menekülnünk az adott részről. Szóval ez rohadtul szarul lett megoldva. Ez is elveszi a játékosok kedvét folytatástól. Ezen kívül Említettem, hogy csőrendszerben is vagyunk. A harcrendszer semmit nem változott. Sőt, szerintem egy picit még negatív oldalára változott, ugyanis nagyon akciódús lett, kevesebb szerintem a taktikai RPG jelen benne, mint akár a másik rész esetén. Most már nem élvezem annyira a harcokat, mint a másik rész esetén. Nem rosszak egyébként, tehát hogyha kell emelni egyébként a Mass Effect 3 ennek közül mindig az akció részek még egész jók, de a másik rész szerintem visszafejlődtek. Ami megmenti egyébként az akció részek kettő hosszabb távon az az, hogy változatos az ellenfelek száma. Ez már az előző részeknél is látható volt, de itt szerintem rápakoltak ilyen téren legalább. Ez egy pozitívum. Az már annyira nem mondható, hogy nagyon kevés az új NPC-t, nagyon kevés az új ellenségtípus olyan szempontból, hogy az előző részekhez képest nagyon sok változást nem fogunk látni, se ellenféltípus vagy fajtípussal, se főleg NPC-k tekintetében, de főleg társak tekintetében. Leginkább az első részből térnek vissza karakterek, akik semmit nem változtak, csak azért annak, hogy a fanoknak egy kis örömet okozzunk típus jöjjön elő a játékkészítés esetén, és ennyi. Ezen kívül más kreatív vagy játékmechanikai játékkészítői kontextus vagy ötlet nem merült föl e tekintetben. Ez fájó. Az új karakterek pedig teljesen feleslegesek, érdektelenek, átlagosak, nem tetszenek egyáltalán. A grafika sem változott semmit már, ugye Unreal 3 állunk továbbra is szemben. Azért csiszoltak rajta magasabb felbontásszerű effektek, tehát nem néz ki a rosszul játék, egyébként sokan szerintem ezt a személyre vetik. Ennek ellenére nem változott ugye a grafikai motor. Itt nem egy Frostbite 3-at látunk, ez változni fog az Unreal úgymond, hát idézőben a negyedik része esetében, Unreal hülyeséget mondtam, Mass Effect negyedik része esetében, ami mondjuk elvileg nem negyedik rész lesz, hanem ilyen oldalág, hogy újra kezdik egy más karakterrel, de azonos korszakban, ha jól tudom. És Frostbite 3 engine-el fog menni. A játék másik pozitívuma azért, amit így a viszonylagosan jó harcrendszer mellett elmutatok, az nem más, mint történet. A történet még mindig nagyon jó. Még mindig azt tudom mondani, hogy érdekes, érdemes emiatt talán végigvinni, más nagyon nagyok nincsen, inkább a történetvezetés, ami továbbra is nagyon filmes hatású. Tehát a történetvezetésért érdemes végigvinni. Mert ez viszonylag érdekes, bár olyan jók már nem a párbeszédek, nincsenek olyan jók, mint a második, vagy akár főleg az első rész esetében. Nagyon érdekesítőek, sokszor csak időhúzást is érezhetünk, de maga a történet sodrása, a különböző események jók. Viszont, ahogy a Dragon Age 2 esetében itt is előjött az a dolog, hogy egyrészt ugye kisebb a játék, szerintem ösztöröltem, mint az előző részeknél, másrészt sokszor van spawnolás a semmiből, áll Dragon Age 2, de Dark Age-et mondtam, meg Dragon Age 2. Tehát ott vannak olyan jelenetek, sorok, amikor ugye előszponnol a semmiből egy delikvens ellenfél, és itt is előjött olyan, leginkább itt a harmadik részben, és itt éreztem, mondom azt leginkább, hogy csőbe megyünk, kicsik a területek, stb. Nem dolgoztak vele eleget a készítők, szerintem itt is kevesebb idejük volt az elkészítésre, ahogy a Dragon Age 2-nél. Talán egy picit több idejük volt egyébként, és annál azért picit talán jobb a helyzet ilyen szempontból, de mégis azt kell mondani egyébként, hogy a Dragon Age 2 egy jobb játék, mint a Mass Effect 3, ez lehet, hogy sokan megrökönyednek, de mégis a Dragon Age 2 sztoriban mert újítani. És nem csak sztoriban, perspektívában, eseményekben, történésekben, stb. Sorolhatnám játékmechanikában, mert újítani. Mert ugyan tényleg önismétlődő jelenetek voltak, ez az önismétlődő helyszínek, leginkább lootrendszer is az ellenfelek sorolhatnám. Viszont, ha már ezt ilyen rosszul csinálták meg, az igazították okosan a dolgokat. Tehát van egy éjjel, illetve egy nappali nagyvárosunk, illetve a körüllévő területek. Valahogy közelebb érezte viszont az által a játékos magához ezt a területet, a várost, ezt a körülengő környezetet. Sokkal, úgymond, sokkal életközelibb volt, sokkal közelebb volt a játékoshoz, az egész tényleg olyan volt, mint hogyha egy helyi szinten egy helyi dolgot oldana meg a hős, miközben nagyon sok drámai, családi tragédia érte a hőst, ami szintén annyira nem volt jellemző az első részhez, tehát sokkal nagyobb drámák, tragédiák is voltak benne, és szerintem itt a Mass Effect 3-nal a végétől eltekintve, ami viszont tényleg szarul lett megoldva, Gyakorlatilag nagyon van választási lehetőségünk, választunk, de mondjuk annyi változik egy átvezető videónál, hogy kék az ég és nem piros, tehát most csak egy példa volt. Egyébként ezen kívül nagyon nem lehet mást tenni. Negatívan, nagyon negatívan lehet befejezni a játékot, illetve van egy kicsit pozitívabb elem, amit nehéz összehozni egyébként, tehát a nagyon pozitív hatást nehéz kihozni a játékból, ezt előre meg kell írni ahhoz valakinek, hogy igazán ki tudja hozni. Nagy részt ugyanaz fogja tehát a játékosokat várni a játék végén. Az Extended Cut-ot még nem tudtam megnézni, mert odáig itt lennél az új játék nem jutottam, most megvan már az Extended Cut a játék végére, de úgy hallottam, az nagyon sokat nem tesz hozzá a játék eléggé elcseszett befejezésére. Tehát nem elég, hogy a játék összességében se olyan jó szerintem, többiekkel ellentétben, mint az előző részek, még a végét is eléggé hát elcseszték. Ahhoz képest ez egy úgymond választások játékaként van meghype-olva mindig, a végénél ez nem nagyon látszott. Ami igazán fájó még a játékban, hogy nagyon kevés az összeszedhető cucc. Az előző részekben sokkal több volt, általában véve is, orvosi cuccból, akár történekből is egyébként, ez annyira nem gond, meg kicsit nehezíti a harcot. De orvosi cuccokból, fegyverekből, stb. Sokkal többféle volt, mint ebben a játékban. Itt is egyszerűsítettek. Kevesebb fegyver, kevesebb taktikai lehetőség. Maga az a kevesebb fegyver is már ugye fájó, de hogy azokon belül... Bocsánat, közben valami allergiákomat. Nyáron szokott egyébként. De azokon belül... Hogy a fegyverek gyakorlatilag szinte majdnem ugyanazt tudják. Nagyon lássuk fegyverbeli, minőségbeli különbséget. Ez fájó. Tehát, mint hogyha ilyen egy kaptafára készítettek volna. Kinézetre is némelyik nagyon hasonló, de kinézetre azért próbáltak néha változtatni, de a teljesítményre. Azt, hogy mire jó az adott fegyver és mennyire mit tud, nagyon kicsik a különbségek, még sokszor akkor is, hogyha látszólag nagyobb lenne. A skillek gyakorlatilag a másik részhez hasonlóan maradtak, meg ugyanúgy leállíthatjuk a harcot, Space-el és akkor használhatjuk a skilleket, de valahogy már ez se olyan élvezetes, mint a másik rész esetén, de legalább benne hagyták azt a lehetőséget, így egy kis taktikai rész benne van a játékban. Ezen kívül nagyon más taktikai elemet nem tudnék egyébként mondani a játékban, örömteliben. Hát a különböző kasztok is olyanok, hogy ott is egyszerűsítettek gyakorlatilag, mert ugyan néha például a kollégáink használják a speciális képességeiket, nem azokat, mint én, mert én katonát játszok. De mégis a kollégák is azon kívül, hogy ezeket a képességeket használják, mert legtöbbször fegyvert is használnak, tehát fegyvert szinte mindenkinek kötelező használni. Ez olyan körülbelül mondjuk egy RPG tekintetében, ez olyan, mintha mondjuk egy hunter, tehát egy íjász és egy varázsló is kéne, hogy használja mindig kardot, mert ez szinte kötelező a játékban. Most ez csak egy példakör volt, a Warrioron kívül is. Ez egy érdekes eleme a játéknak. Nem tudom, hogy miért ezt csinálták, mert ez a játék annó híresebb volt arról, hogy azért gyűjtögethettük a fegyvereket rendesen, mert főleg még a másik rész esetében is. Ami viszont bennmaradt a játékban, azt tetszett, hogy továbbra is fejleszthetjük a fegyvereinket különböző elemekkel, ez szerintem viszonylag megmaradt, elég részletes, úgyhogy ez nem volt gond, ez tetszett. A képességek, illetve a szinteződés viszont szerintem szintén egyszerűsödött. Kevesebb képesség van, kevesebb szinten. Szerintem kevesebb szintet is érhetünk el, mint az előző részekben, bár mondjuk nem hasonlítottam össze 100%-ig. Most így a két szint maxolást a játékok esetében, de ennek ellenére ugyanúgy szerintem itt is egyszerűsítés zajlott. Szerintem nem tetszenek nagyon ezek a skill fajták se annyira, amik most vannak. Nagy részük megmaradt a kettőből, de szerintem le is gyengültek. Nincs akkora hatásuk. Magasabb szinten azért már azért valamire látszódik természetesen, de még mindig nem annyira, mint a másik rész esetén. A másik résznél már viszonylag elején is éreztem, hogy igen, ezt megéri használni. Itt nem volt ez mindig így. Ami szintén érdekes még a játékon belül, hogy például a megjelenésünket variálhatjuk, de ez tipikusan ilyen konzolos, ilyen színces lehetőség. Én nagyon gyengének tartom ezt, hogy megoldották, meg a páncél használatot is gyakorlatilag lenullázták, tehát semmi RPG feelingje már nincs. Én nem tudom, hogy ezt miért csináltak ebbe a játékba, itt a teljes leegyszerűsítési támadást láthatunk. A játék rajongói, az RPG rajongói jelent, és ez nekem nagyon fájó. A zene és a hangok viszont kiemelhetők továbbra is, Szerintem nagyon jól adják magukat. Nagyon igazodnak az adott jelenetsorhoz, az átvezetőknél is nagyon jól passzolnak. Főleg, hogyha egy-két ilyen érzelmes, vagy egy kicsit drámai rész van. A csapattársaink alja viszont szerintem egész jó. Én nem látom olyat, hogy beakadtak valamivel, mint régen esetleg néha, illetve olyat, hogy hülyeséget csináltak volna, hogy bejelentek volna az ellenfélben. Nem láttam ilyet, úgyhogy valószínűleg ezen nagyon sokat javíthattak a készítők. Az ő képességeket is természetesen fejleszthetjük, rájuk is figyelhetünk. Megmaradt a játékban ugyanaz, ami az előző két résznél is, hogy kaphatunk hírnév, illetve példaképpontokat. Lehetünk jók, idézőjelben, vagy rosszak, adhatunk jó vagy rossz ilyen action egér nyomásokat, amelyek az átvezetőknél jönnek elő, és akkor ugye egy ilyen plusz bónuszpontot fogunk utána negatív vagy pozitív irányba kapni, pontosabban renegát, vagy úgymond ilyen hősi, hírnévi pozitív pontokat fogunk kapni, és ezáltal tolódunk jó vagy rossz oldal felé. Mindezek hiányá, vagy mindezek ellenére a játék egyszerűsége és hiánya miatt tudok a játéknak 70%-nál többet adni, nekem ez egy hatalmas csalódás. Érdemes kivinni, egyszerűen megnézzétek a játék végét, ami fele más lett, de legalább vége van, és hogy mi lett, de ennyi. Remélem legközelebb jobbat csinálnak a készítők. Úgy tudom, tőletek, sziasztok!